Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem másra várunk benneteket, mint az R Factor Stáliga című sorozatunk 46. epizódjával. Itt van velem Petko továbbra is. Sziasztok. És visszanézzük ugye az elmúlt hetek, hónapok eseményeit továbbra is, így máron már a nyári szünet ideje alatt a mostani adás tekintetében. És a mai napon egy olyan pálya következik, amelyet akkor még nem ismertem, azelőtt még nem ismertem, és Petko volt az, aki kiválasztotta a pályát. Egy, kettő, itt már te voltál a kommentátor. Itt már fixen én voltam, igen. Igen, mert innentől kezdve már csak azt hiszem max egy adásba tudtam a Jackass-be hívni. Na, meséljünk akkor Cascavel-ről, ahogy te hívod. Én Cascavel-nek mondom, de teljesen mindegy. Na igen, ugye ez egy brazil versenypálya, így azt kell tudni róla, meg elsősorban helyi szinten ismerős a maga a pálya, bár az a furcsa az egészben, hogy nemzetközi téren még sose jutott eszébe senkinek se ezen a pályán versenyt rendezni. Ja, és azt hiszem azt mesélted róla, hogy egy nagyon élvezetes pálya, és nagyon szereted. Igen, igen, kihívásokat teli, mert egyszer van benne ugye lejtő szakasz, meg emelkedő szakasz is. Tehát egy ilyen Obera 2. Igen. De ugye annyiból különleges még ugye, hogy a sikán, van egy olyan sikán szakasz, ami ugye egyszer a lejt, és majd utána elkezd ugye fölemelkedni szintkülönbség. Na. És ugye a CDS is folyamatosan emelkedik, majd amikor ugye elkanyarodsz a egyes kanyarba, akkor meg folyamatosan csökken a szintkülönbség. Igen, igen. Tehát van egy egyedi feelingje az egésznek. Ja. Amúgy nem látom a felvételt, én a saját szemszögemből. Igen. Oh, lecsúszott a képernyő megosztásom. Köszönöm, hogy jelezted. Most van. Na, így most már látom én is. Okay. Tehát akkor beszéljünk akkor a rajtrácsról, ami most kivételesen ugye nem romlott-e. Most nem volt az, hogy a játék ledobott című történet. Damien Bogi az első helyen, tehát Bogi a csapattársam. Attila a második helyen, itt a nagy lehetőség az előző futam hibáját kijavítani. Demcsák Zsa a harmadik helyen, Rolando a negyedik helyen. Csifó Dorina az ötödik helyen, Gundi a hatodik helyen, SS Viki a hetedik helyen, Szinetár Dóri a nyolcadik, itt már látod te magad is, kilencedik Hüter Dóri, tizedik Petko, Szécsi Saci 11, Pápa Joci 12, Győzike 13, Lüci Tomás 14, Szőkelebi 15, Császár előtt 16, Dolhai Attila 17, Kapás Bogi csak 18, az előző futam győztese, Jackass 19, M. Taylor 20, Jáksó Laci 21, Szabó Krisz csak 22, Vanilla Mio 23, Rózsa Gyuri 24, csak 25-dik lettem én, majd mindjárt megismerkedünk a dolgokkal, hogy miért, és Gessel Dóri 26-dik, csak a Dórit tudtam megelőzni. Egyébként hát az is csoda. Annyira új volt számodra ez a pálya, hogy az időmérő során nem tudta olyan eredményt produkálni, hogy a mezőnye komolyan fővegyel a versenyt. És szerintem indíthatom is, nem? Így van. Na nézzük az élmezőnyt. Lényeg, és nézzük akkor a rajtot az mezőny elejéből. Pontokat illetően nem szereztem egy darab pontot sem, de hát ez alapján már nem meglepő. Nem nagy meglepetés, igen. Nézzük akkor a mezőny, hogy jött el. Elég tisztán. Igen. Majd gyakorlatilag a rajtsóra. Így van, most jön az első érdekes. Én viszont csatázgatok ott a háttérben, ahogy látom. Így van, szerintem rajtad vagyok. Nyertem. Hoppa, ott a Dorina és Gundi! Dorináék, Gundival már csatáznak. És akkor meg a Pápa Jocsi csatázik még, ha jól láttam. Így van. És meg Saci is. Saci mind a kettőket megelőzi. Igen, mind a kettő Romániást megelőzte. Az szép volt. Egy kanyarra. És Levi is ott van. Így van. Majdnem kimondtam, hogy a harmadik. Romániás.
Ez jó volt. Jó. Opa, tátul! Igen. Rózsa Gyuri, Gesztelt Dóri. Rózsa Gyuri és Vanilla Mew van benne a áttérben, látszódik. Tehát hárman összementek ott a utolsó kanyarnak. Emlékeim szerint itt is van problémájuk egyébként az AI-knak, az utolsó kanyarnak a rázóköve. Meg a lassúkanyarokban nagyon belassulnak. Uh-huh. És itt Szabó Krisz mögött haladsz, ha jól látom. Igen. Így van. Jackass is nagyon hátul. Igen. Most Attilát próbálja, Dolhai Attilát. Igen. Mögötte Szabó Krisz, meg te jössz. Igen. Ez érdekes, hogy engem miért nem mutat a... Azért, mert a... Hoppá! Ohohoho! Piszt megforgott előtted. Nulla hibával, tehát nem én hibáztam. Oh! És azt nagyot! Mekkora előzést bizáltál meg. De jó jártál, mert Jackass meg tudtad előzni. Bocsánat. Meg a Hütter Dórit is. Igen, aki most okosan, a rázókörben most meg... Használtuk ki a pálya külső ívét. És azt, hogy kívül, nekem ugye továbbra is tapadás. Tapadás. Igen, de viszont ezzel feljöttél, nézzük meg, hogy hányadik helyre? 18. Igen, tehát sok helyet, pozíciót tudtál nyerni három kör alatt. Igen, ott Jackass. Az viszont nagyon fájt. Itt mentél, akivel jágsódak, igen, itt mentél. Igen, és ez viszont azt hiszem ez büntivel járt. Nem, csak annyi volt, hogy visszaengedted a pozíciókba. Uh-huh. És Jackass megelőzi Hütte, Dóri. És Attila is megelőzi. Télorék meg nagyon hátul, szerintem ők boxoztak is. Nem, ennyi idő alatt nem lehetett boxozni. Nem. Viszont menjünk az élmezőnybe. Igen, akik hátul, azokat látjuk ugye, akik összeütköztek az első körbe. Bogi, Demcsák Zsa és Attila az első három helyen. Ez ugye az összetett szempontjából leginkább ugye az első két ember kell, tehát Bogi és Attila kapcsán fontos. Meg is előzte Zsát Attila. Így van. De Demcsák Zsa is érdekes lesz majd. Igen, ő jobb privát értékelés okán, ugye? Így van. Gundi a negyedik, Rolando az ötödik. Ő is fontos, ő inkább a csapat. És Szilepedóri a hatodik, Csifódorin a hetedik, Pápa Jocsi ekkor még jól állt, nyolcadik helyen állt, én vagyok a kilencedik helyen, és Eszesviki a tizedik. Így van. Jelenleg így áll a futam, Szőke Levi ott van a tizedik helyen. Elől. És Pápa Jocsi... Ajjajaj, ez mi volt? Attila! Ez Rolando, és várjál, volt egy másik pilóta, az ki volt? Az Attila volt, aki a... Attila, aki feljött a másik helyre, nagyon hátra esett. Ez konkrétan szerintem totális hátra. Aha. Igen, 17. helyre csúszott vissza szegény. És ez volt a nagy hiba. Tatázik. Ugye annak akkor azt hiszem kérdezgettük, hogy mi történt vele. Szintén az utolsó kanyarba. Csak ezt megfelelt hibázott. És szerintem itt már beestem. Igen, itt már feladtam. Ha, valószínűleg baleset miatt. Igen. Ugye azt most nem láttuk. Mentés, szerintem. Kapás Bogi, itt van. Lehetett látni. Igen, 19. helyen itt van Bogi. Nagyjából itt lehetett már azt sejteni, hogy talán az az egy darab 20 pont az még ott talán elegendő lesz. Szőke Levi viszont kihasználta a kamajkát és feljött a 9. helyen. Demcsák Zsa azt így... És Szilet Ádóri... De nagyon akarta, de nem jött össze. És Pápa Jóci ezen vesztett nagyon sokat. Meg azon, hogy... Eszesviki, ja, az nem ő volt. Éppen. Igen, az Eszesviki volt a fűön. Itt egyébként szerintem nem a Dóri volt a hibás. Nem. Őt beforgatták. Aha. Ott egy kis technikai hiba. Nem volt elegendő hely, amikor támadta, tudod, a Torinát. Ha jól láttam, ő volt az, akivel csatázott éppen. Na itt az élmezőny, és Bogi vezeti egyelőre a versenyt az első helyen. Így van. Második helyen Demcsák Zsa,
Gundi a harmadik helyen, Csifó Dorina a negyedik, Rolando az ötödik, Dóri pedig a hatodik helyen. Nézzük Dórit és Rolandót, egyelőre ők vannak elég közel egymáshoz, bár ott látok még hátul komoly csatát. Így van, ez Televíver. Meg én köztem. Igen, és mindjárt érkezhet a seggedre a Joci. Nevettünk, ugye? Pápa Joci sincs messze. Igen. Saci sincs. És ott a ott valami történt. Jáksó Laci. Jáksó Laci, Lüsszi Tomász. Lüsszi Tomász, hát meggyőzik-e is. Hát Lüsszi Tomásznak itt nem jött össze ez a meccs. Talán két legbalszerűen, tehát két olyan verseny. És itt van már Attila. Igen, Attila kihasználta, hogy Győzik nem tudta megelőzni Lüsszi Tomászt, és egyből megelőzte a külső éven. Igen. Utolsó kanyarban a külső év sokkal jobban működött, mint a belső. Igen. Mert többet hibáztak, ha kicsúsztak. Ja. Egyelőre kicsit most lenyugodtak a kedélyek egészen idáig, mert Rolando megelőzte Szinetát, Dórát. Nem, előtte volt. Előtte volt? Megcsúszott. Mert tudod, amikor megcsúszott, akkor mögé esett vissza. Igen. Na nézzük. Nézzük, hogy sikerül-e megelőznie Dórit, Rolando Dórit. Fordítva. Már itt akkor kezdjük még egy mondatot, hogy Szinet Ádóinak lesz esélye megelőzni Jakab Rolandot. De nem sikerült, mert hibázott, úgyhogy egy kicsit mehetünk tovább. Így van. Az első két hely. Lassult, mert Demcsák kezdi utolérni. Igen. Én is kezdem látni, bár... Hát... Igen, inkább Zsuzsa indította be a... Rakétákat. Rakétákat, jaj-e? Ugye ő a Fordba... Ja nem. Fordba járt az más. Ő szintén privát pilótaként. Privát, igen. A korábbi bajnokságunkban volt a Ford Bojárdosoknál Vizi Andrással, ő idén nem volt. És a menedzserek ligájában egyikük sincs. Jól emlékszem? Látod, ezt nem jut eszembe nekem sem. A Vizi Andrásra biztosra mondom, a Demcsák Zsuzsa szerintem nem. Viszont Csifó Dorináékra nagyon-nagyon ráérkezik a mezőny, úgyhogy őket figyeljük. Viszont én meg leszakadtam róluk. Ahogy látom. Igen, az nem túl jó hír. Igen. Igen, Szőke Levivel csatázok éppen. Igen, és figyelned kell hátúra is. Igen. Bocsánat. De viszont Saci se unatkozik, mert ő meg Jásó nem adja. A szép lett volna, csak nincs meg a sebi különbség, ráadásképpen. Nem volt elég sebességem a belsőjében. Ráadásképpen inkább hátrány, mint előny. Ja nem, azt hittem, hogy ott kicsúsztak ketten. Nem, személyes, nem tettünk. Szóval menjünk előre, mert Rolandóra ráment SS Viki. Most már illetve is. Így van. Figyeljük közben hátul, hogy történik-e valami. Hát meg hogy elő is. Igen. Hát előlött nagyobbak a szakadékok. SS Viki, nézzük csak. Lesz-e vajon előzés? Hoppott valaki hátul. Nem. Egyelőre nem. Szinetát, hogy egyelőre megtartotta a pozícióját. Igen, és nálatok egy kicsit kezd szakadékoskodni a dolog, viszont el kéne mennünk az első helyre, mert szerintem most fog történni ott valami. Olyannyira, hogy meg is történt már. Igen, csak meg is előzte Bogit. Igen. Bocsánat. Nem csak Zsuzsa, megelőzte Demihén Bogit. És... Bogira megjön Gundi. Gundi is ott van a háta mögött, most már. Nem tapad az a gumi, sajnos. Meg eláruljuk a kedves nézőknek, hogy gumi problémákkal küzdködtünk a Bogival. Két teljesen különböző taktika. Én a gumikat nagyon szeretem, mint rallis, vagy jobb rallis. Viszont Boginak nem jött össze a megfelelő guminyomás. Ami esélye hosszabb távon működött volna. Igen. Nézzük Gundit, beleesik-e? Nem. Nem, már ahhoz nem volt elég köze. Igen. Na még ezt na, megnézzük. Most. Gundi.
Szép. Áh! Összeütköztek, de nem. Igen. Haszonélvező Dorina. Éppen, hogy elkerülték. Ugye Csifó Dorina is privát pilóta, viszont ő az előző volt annyira nagy szereplője az előző versenynek. Hoppá! Elment egy petkom, de itt van újra. Nálam történt hanghiba, elnézést kérek. Bogira megérkezik Gundi. Most egy távolít akar Gundi, nem jött össze. Ahhoz messze volt, hogy ez meg tudja csinálni. Hoppá, és ott Jakab Molandó, megelőzte Dorinát. Igen, Csifo Dorina megelőzte a Szinetádórát, erről nem maradtunk. És Szinetádóra viszont hátra esett, mert Szőke Levi... Nem, te estél hátra, haver! Te estél hátra. Igen, de hogy de a Szinetár is hátra esett. Igen, igen. Valami kettőtök között történhetett. Valószínűleg Szőke Levivel össze érhettünk. Bár bányémre nem emlékszem, hogy volt pontosan. Nézzük, győzik-e? Ó. Na, nem, inkább Attila. Attilára kell figyelni. Igen, nézzük, hogy Erik helyén vagyok most. Igen, nézzük, 10. Tehát pont a pontszerző. Tehát pont az utolsó pontszerző helyén állok, igen. Van, viszont előre kell mennünk, mert Saci és Jáksó Laci egymásra talált. Így van. Szép kísérlet, ó! Jáksó szépen megelőzi. Igen, későn védekezett Saci. Ki kell mondani. Rolando Gundi téri utol. Gundival csatázik, igen. Miután Gundi nem sikerült megelőzni a Bogit, visszaesett rá a tempója, és Rolando elkezdi támadni őt a harmadik. Bogi helyet. Pedig utoléri mindjárt Demcsák Zsuzsát. Igen, úgy látszik, bemelegedett végre az a gumi. Jaj, ja. A tudjuk milyen gumi. Ja, a nőket eltaláló gumi. Roli? Tudod, Anuka, csak Paulina meg ne tudja. Kösz. Rolando. Az a reklámtábla nincs a legszebb helyen, viszont menjünk előre. Bogi útól érted Demcsák Zsuzsát? Ajj! Kicsit kicsúszott. De még nincs veszve a dolog. Közben nézzük, hogy hogy állunk a körökkel. Hát lehet, hogy itt van a 13, vége. De rövid a pálya. Egy perces köröket megyünk, egy perc ötös köröket, úgyhogy... Úgyhogy szerintem még mehetünk egy-két-három kört. Igen. Igen, még van, jó. Csak bele nem emlékeztem, hogy hány kör környéki járunk, igen. Szerintem ebből egy 18 környéki lesz. Most ebből a kanyarból kicsit jobban jött ki Zsuzsa. Igen, és kezd szakadozni a mezőny. Gundi is egy kicsit leszakította magáról Jakabról. Viszont Bogi most jobban jött össze. Boginak most jobban jött össze. De Rolandónak is. Hát, hogy Gundiekra kéne rámennünk. Igen. Mert itt szorosabb... Ohohoho! Szinetádóra, Jáksó Laci és Levi. Jáksó Laci megelőzte Szőke Levit. Közben azt látjuk. Szóval Jáksó Laci... Éppen Szőke Levit. Jáksó Laci is privát pilóta, de neki a... Lehetőleg így a dobogó kéne neki ahhoz, hogy valami esélye legyenek. Igen, de Szőke Levit vissza is előzte. Külső éve jobban működött megint a utolsó kanyarba. Pillanatig előtte volt, nem. És én meg utolérem ezzel lassan. Igen, valaki megint hátra csúszott. Már 9. vagy, csak úgy jelzem. Igen. Valaki elcsúszott. Igen. Menjünk előre. Szinetár Dóri, Csipó Dorina és Szőke Levi egymásba ért, és odaérkezik mindjárt Rolando is, úgyhogy Rolando, komoly csata lesz itt mindjárt. Rolando megelőzte Csifo Dorinát, azt elfejtettük említeni.
Aj! És mi látható, hogy itt felborul! Ezt mi is láttuk! És igen, azt nézd meg! És igen, és ezt használom ki! És ez nekem jelentett plusz pozíciókat, pluszba még. Hogy színetádóra miatt volt egy kis káosz. És jó pozícióban tudtam kikerülni a balesetet. Nézzük, hogy hányadik helyre jöttem is föl? Igen. Dória a tizedik, úgyhogy te a hetedik vagy. Igen, hetedik helyre jöttem vissza ezáltal. És még egy körünk van biztosan, de szerintem legalább még kettő. És Hódosat itt szerette volna megelőzni Szinetár Dóri. Bocs. És Jáki Soraci ugye nyert is, meg nem is ezzel pozíciókat. Igen, igen. De Attila is haszonélvezője volt ennek, mert ugye volt pontszerzője addig. És azt hiszem pont láttuk ezt. Ő volt az, aki nagyon hátraesett, akit hiányolta. Igen, igen. De ugye ő erről volt eredetileg. Igen, igen, és pont láttuk egyébként ezt a színetáldórás. Igen, ezt az eredeti közvetítésben is mutattuk a kedves nézőknek. És Gáspár győző is nagyon csatázik, meg hárman egy győzésben! És győzik-e támadja Attilát? Még nem. És Attila visszatámad. És győzik-e, még lehet vesztik még egy pozíciót itt Dórival szemben. Még van egy kör. Szóval megyünk Hütte Dóriékra. És Hütte Dóri és Szinetár Dóri is elmegy Gáspár győzővel. Sőt. Még Krisz is. Krisz is elment mellette. Most már Jóci van mögötte. Mindjárt vége ér a futam. Jó, megyünk. Mert hogy itt bizony komoly az élmezőny, mert hogy... és Bogi között van nagy csata. Igen, igen. Viszont nem Bogi az első helyen. Igen, mert Demcsák Zsuzsa maga biztosan vezet. Így van. De ahogy nézem, maradnak a frontvonalak. Mert hogy... talán még van egy kör, de lehet, hogy ennyi. Még van egy igen, kör. Igen, még van egy kör. Úgyhogy Gundi és Roli... Ne, és MT Lord, nézd MT Lord, igen? És Csifó Dorina csatázik. MT Lord megtartott a pozíciót. Zöklevének van egy jó futama, egyelőre a hatodik helyen áll. Igen, igen. Kár, hogy nem volt több jó futama, mert összetettben is így jobban esélyesebbek lehettek volna. Talán ők azok, akik a Krisztel egy kicsit a... Balszerencse kategóriába igen, tartozni. Igen, nem túl jó formát mutatták. Majdnem azt mondtam. Épp Szőkelevi megelőzte MT Lord. Igen. Lássuk, hogy meg-e tudja-e tartani a pozícióját. Ezen a kanyaron múlik. Így van. És Levi... Kintről! Azt, amit jár mindenit. Na, mutassuk, szerintem most van a vége. Nézzük is. Így van. Igen, most lett a vége. Tehát Demcsák Zsuzsa nyerte meg a verseny 18 kör után, Demjén Bogi a második helyen, Gondi lett a harmadik helyen, Jakab Roli a negyedik helyen, Csifó Dorina a ötödik, sajnos ez nem lett elég neki, MT Lor Levi a hatodik, mert MT Lor... Igen. Várjál, ez hogy van? MT Lor lekörözött volt. Ja, igen, bocsánat. Petkó 7., Jáksó Laci 8., Attila 9, Hütter Dóri 10, Szinetár Dóri 11, Szabó Krisz 12, Gáspár Győzi 13, Pápai Jöci 14, Lüszi Tamás 15, Császár Erő 16, Vanilla Mű 17, Dolhai Attila 18, Szécsi Saci 19, Geszer Dóri 20, Ezes Viki 21, Jackass 22, Rózsa Gyuri 23, Kapás Bogik csak 24, ennek ellenére a győzelmével továbbított, és MT Lor pedig egy-két kört már kapva, illetve egy-két pilótától egy kört már kapva a 25. helyen. És te utolsóként, ugye kiesőként. Így van, és én utolsó, így van. Izgalmas futam volt, és sok érdekes eseménnyel, ami kicsit kaszinóvá tette ezt a szituációt. A már Monaco volt tegnap, felvétel szempontjából tegnap.
És hát izgalmas verseny vár minket a következő adásunkban is. Méghozzá, mindjárt ránézek, hogy milyen helyszínünk lesz következőleg. Megyünk Európába, és az A1 ring következik. Úgyhogy jó kis verseny lesz a következő. És egy olyan pálya végre, amit egy kicsit többet ismerek, vagy jobban ismerek. Na, úgyhogy ezekkel a képekkel én azt gondolom, hogy megköszönhetjük a kedves nézőknek a figyelmét, és jön a következő futam, tehát az A1 ringgel. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!